Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Simicskó István, országgyűlési képviselő, a KDNP frakció vezetője, korábbi honvédelmi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Én köszönöm a meghívást, és én is nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag TV nézőit. A mai nap egyik apropója, hogy Karcag városába látogatott, egy sportrendezvényen volt jelen, és közismert, hogy az ön életében is hathatós ez a tevékenység. Miért fontos az, hogy folyamatosan fejlődjön a sport, és folyamatosan számot adjunk róla? Ugye Bátak Ligája rendezvénysorozat volt most itt Karcagon, 10 iskolából érkeztek, környékbeliek is, és karcagiskolások is részt vettek, 7-esek, 8-osok ezen a nevezem úgy, hogy katonai jellegű akadályversenyen. Ezt a nevet adtuk, mint Honvédelmi Sportszövetség, amit 2017-ben létrehoztunk, hogy Bátrak Ligája. Hiszen ezzel keresztül a gyermekeink szerintem bátrabbak lesznek, erősebb lesz az akaraterőjük, jobban megismerik önmagukat, saját gyengeségeiket jobban le tudják majd küzdeni a nagy életben. Ugye a sport az mit jelent az emberek életében? Én szerintem egy isteni adomány a sport, hiszen a legjobb megelőző módszer, a leghatékonyabb gyógyszer. Tehát én is 8 éves korom óta sportolok, ez persze egyre kevésbé látszik rajtam, de azért még mai napig is futok, edzek, ugyan kungfuzom, mint 30 éve, 5. mesterfokozattal rendelkezem, előtte karatéztam, aztán előtte kosárlabdáztam, testnyelv tagozattal jártam gimnáziumban, tehát sok mindent végigjártam már, és a saját élettapasztalatom is azt mutatja, hogy a sport az hasznos dolog. Ugye emlékszünk, hogy gyakorta idézzük Juvenalistól, hogy épp testben, épp lélek. Ez egy kicsit olyan egyébként, hogyha most átmehetek a honvédelem területére, mint a honvédelmi törvény első szakasz első bekezdése kimondja, hogy a hazavédelme nemzeti ügy. Ugye ezek állítások, ezek kijelentések, azonban ha kicsit megnézzük, hogy valóban így van-e, tehát hogy magától lesz-e attól, hogy mi leírjuk egy jogszabályba, hogy a hazavédelme nemzeti ügy, ez egy jogtétel, szerintem ezért tenni kell. Tehát nem lesz magától mindenkinek nemzeti ügy. Hogyha nem úgy neveljük a gyermekeinket, nem olyan szellemiségben, nem olyan értékrendet adunk nekik át, akkor nem fogják ezt komolyan venni, és valóban, hogyha valamilyen veszély éri majd, vagy érheti Magyarországot, ne adja Isten, de bármilyen veszély jelentkezhet, hiszen tudjuk, hogy milyen világban élünk, akkor valószínűleg nem lesznek képesek arra, mert nem lesz bennük az az érzés, hogy megvédelmezzék a hazát, a szülőföldet. A szülőföld a semmivel sem pótolta érték mindannyiunk számára. Szülőföld csak egy van. És ezt nekünk, ránk hagyták szüleink, nagyszülőink, ezt, hogy minden bajtól óvnunk kell, azért, hogy a gyermekeinknek és unokáinknak is legyen hazája. Tehát ezért dolgozni kell. És hogyha visszatérek Juvenalishoz még egy gondolat erejéig, ugye ő is azt mondta egyébként, hogy azért kell dolgoznunk, azért kell imádkoznunk, hogy épp testben, épp lélek lakozzék. Ez sem kész. Tehát nem igaz az az állítás, hogy valaki testileg épp, az lelkileg is rendben van, vagy fordítva. Azt is az egyensúlyt meg kell találni, és ezért is dolgozni kell. És a sport az valóban hozzásegít minket az élethez. Wolfgang Behringer, egy német sportközgazdász, az egyik művében leírta, hogy a sport az kicsit olyan, mint egy sajátos kulcs egy adott társadalom ajtajához. Hogyha beteszem ezt a kulcsot, a sportkulcsát, és kinyitom ezt az ajtót, és rálátok a társadalmi viszonyokra, az emberi kapcsolatokra, az emberi normákra, magatartásokra, akkor a sport az segít, hiszen a sport nem csak fizikai aktivitás jelent, hanem egy szellemiséget is, és egy olyan szellemiséget, ami a sportszerűségre vezethető vissza. Tehát egészség, de testi fizikai értelemben, de lelki értelemben is. És a sportszerűség, a fair play, az pedig, hogyha benne van az emberi együttélésünkben, akkor minőségi társadalmat tudunk létrehozni. Tehát ezért tartottuk fontosnak még miniszterségem idején, hogy létrehoztuk a Honvédelmi Sportszövetséget, lám-lám bizonyos értelemben, zárójelben hagyja ezzel meg, hogy mi már a mostani kormányzati struktúrát is leképeztük, hiszen a honvédelmet összevontuk a sporttal, Honvédelmi Sportszövetség néven, most a kormányban ugye ez a felállás, hiszen a sportágazat is a honvédelmi miniszterhez került. Szerintem ez egy jó gondolat, jó elképzelés, egymást erősíti ez a két terület. Kicsit már kapcsolódunk a következő kérdéshez, hiszen településünkön a Szent Anna és Sámuel Református Középiskolában a Honvéd Kadét program új lehetőséget biztosít az oda jelentkező diákok számára. Erről már beszélgettünk. Miért bír ez kiemelkedő jelentőséggel ez a képzési forma, hogy újra megjelent? Ugye én azt mondanám, hogy ez egy hiánypótlás. Egy 30 éves lemaradást próbálunk behozni, és szerintem eredményesen. Tehát nagyon sok országban van kadétképzés. Ez alapvetően középiskolásoknak szánt képzés, egyfajta sajátos katonai előképzés is, de alapvetően
olyan ismeretek elsajátítása, olyan képességek, kompetenciák elsajátítása, ami egyébként az akarat fejlesztése, a védelmi képessége, a bajban való cselekvés képességének a kialakítása. Tehát én egyik büszkeségem az, hogy miniszterségem idején szintén 2017-ben sikerült elindítanunk a kadétképzést. Megnéztük számos országban, hogy ez hogyan zajlik, briteket, Egyesült Államokban, számos helyen van, franciáknál is van. És három iskolában tudtuk elindítani 2017-ben, most már 120 iskolában van kadétképzés, és óriási az érdeklődés. Kapnak egy katonai mentort, akiket a Honvédelmi Sportszövetségben képzünk ki, nevezhetjük instruktoroknak is. Alapvetően katonaviselt emberek, de lehetnek nem katonaviseltek is, teljesen mindegy, csak legyen tudásuk, felkészít emberek kerülnek. És ezek az emberek oda kerülnek, akár tartalékos katonaként is, az adott középiskolába egy-egy osztály mellé, és képzik a fiatalokat. Tehát ez egy, minden korcsoportban megvan a magunk felelősség, hogy mit kell és mit célszerű oktatni. Nyilván nem az óvodáskorban kell elkezdeni a katonai képzést, de ott is el lehet kezdeni már arról beszélni, hogy mit jelent a szülőföld, mit jelent a haza, mit jelentenek a nemzeti ünnepek nekünk, mit jelent az, hogy közösségben élünk, akár lokális értelemben is, meg egyáltalán a Kárpát-medencei létünk. És aztán persze általános iskolában is szépen lassan föl lehet ezt építeni. A Bátrak Ligája az a hetedikeseknek, nyolcadikosoknak szól, mint ahogy ezt mondtam, célzottan, és tényleg nagy siker. És a kadétképzés pedig a középiskolásoknak. És aztán jön az egyetem meg a főiskola. Ott is honvédelmi is, ismeretek oktatására van lehetőség, sőt, hát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ott honvéd tisztképzés is zajlik. Szintén az előző kérdéshez kapcsolódva mondhatjuk, hogy megindult a hadipar ütemes fejlődése hazánkban. Miért bír ez különösen most kiemelkedő jelentőséggel? Hát itt is volt egy nagyon komoly leszállóága a magyar hadiparnak, gyakorlatilag megszűnt szinte minden. Minden, de azért nagyon sok ment, tehát fék, fegyvergyár, tehát nagyon sok gyár bezárt hadipari üzem. Egyrészt volt egy téves értelmezése a világban zajló folyamatoknak, ugyanis amikor a NATO csatlakozást elértük, vagy bekövetkezett, ugye 1999. március 12-én lettünk a NATO-nak teljes jogú tagja. Ez egy nagyon érdekes, hogy pont ugye a jugoszláv háború időszakában, vagy háborúk időszakában történt. De ugye 2002-ben elveszítettük a választásokat, jöttek a szocialisták és a szabaddemokraták, és ők azt mondták, hogy gyakorlatilag kitört a világbéke, most már a NATO megvéd minket mindentől, nekünk nincsen szükségünk. Igazából magyar honvédségre se nagyon, általános hadkötelezettséget is felszámolták, nem kell sorkatona sem, senki nem kell ilyen képzés sem, és haderőnemi kultúrákat, fegyvernemi kultúrákat számoltak föl, és laktanyákat zártak be, katonai középiskolákat zártak be sorba. Tehát az utánpótlás lehetőségét is megszüntették. És ezek történelmi bűnök szerintem, tehát nem történelmi világbéke, látjuk, sajnos. És valószínűleg a gonosz az mindig dolgozik, tehát az ember már csak ilyen, tehát mindig lesz valaki olyan, aki a kialakult státuszkót, a világrendet fel akarja forgatni. És most aztán meg a globalizációs forgatagban, amire mindig eszembe jut Márai Sándornak a üzenete, hogy a világ az nem csak fényes és sötét, hanem sokszor zavaros is. És most is eléggé zavarosnak tűnik, hihetetlen játszmák zajlanak. Jól látható, hogy a világban egy új rend kialakítására van törekvés. Nagyon nagy a veszélye, hiszen a szomszédságunk megint háború van, ráadásul megint egy testvérháború a szláv népek között. Ennek nagyon nagy a kockázata, hogy ez hová fog fajulni. Bízunk benne, hogy a béke felé haladnak majd a szándékok, de hát sosem lehet tudni, hogy milyen provokáció vagy milyen eszkaláció következhet be a háború kimenetelében. De az biztos, hogy visszatérve az eredeti kérdéshez, szerintem nekünk fontos, hogy a fiataljainkat, ha nem is a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításával, de azzal, hogy önkéntes alapon, programokkal, honvédelmi táborok elindításával, ezt is 2017-ben kezdtük el, óriási sikere van. Egyre többen jelennek meg és vállalkoznak erre a fiataljaink. Hála Istennek. Tehát, hogy adjunk nekik egy önvédelmi képességet, egy többletképességet. És azzal egyébként, ugye sokan keverik a sorkatonai szolgálatot az általános hadkötelezettséggel. Az általános hadkötelezettség az egy tágabb fogalom. Az azt jelenti, hogy van megjelenési kötelezettségem, adatszolgáltatási, közlési kötelezettségem, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvételi kötelezettségem, és van személyes szolgálati kötelezettségem, ami egyébként a sorkatonai szolgálat. Na most ők nem csak a sorkatonai szolgálatot szüntették meg, hanem az egészet. És 17 tartalékos katonánk volt 2010-ben. Most meg 12 000 fölött vagyunk már.
Tehát a Zrínyi 2026-os honvédelmi és haderőfejlesztési programnak az egyik fontos része az, hogy legyen egy területvédelmi elven újjászervezett tartalékos erőnk. Ez egy 20 000 fős létszámú állomány lenne majd, legalábbis még amikor én ezt kitűztem, célok, ez volt. Nyilván ezen lehet módosítani. Egyelőre nem változtatták ezt meg, és egy 30 000 fős tényleges katonai állomány. Jól felszerelt, jó kiképzett, megbecsült, és modern technikával, technológiai eszközökkel ellátott haderő, amely képes azért visszatart. Ugye azt mondjuk mindig, hogy a szakirodalom úgy fogalmaz, hogy a haderő fő célja a sikeres fegyveres harc megvívása. Na most mivel viszont mi békét szeretnénk, ezért én ezt átfordítom, és azt mondom, hogy a haderő fő célja az a béke megtartása, hogy olyan visszatartó, elrettentő erővel rendelkezzen, hogy ezerszer meggondolja valaki, aki rosszban sántikál, hogy Magyarországot esetleg megtámadja, hogy ezt megtegye, vagy pedig sem. Tehát tántorítsuk el ettől a szándékától az esetleges rosszban gondolkodót. És ezért kell egy ütőképes magyar honvédség többek között. Úgyhogy ez a folyamat elindult már korábban, és halad előre, úgyhogy bízom benne, hogy belátható időn belül azért jelentősen erősebb lesz a magyar honvédség. És amiről már beszéltünk is, immáron lassan 9. hónapja tart az orosz-ukrán háború, amely nem csak Európa, hanem az egész világ rendjét, és erről is volt már szó, fölbojdította. Az Európai Unió, illetőleg az elhibázott brüsszeli szankciók nem segítettek a helyzeten, sőt egy mély elhúzódó válságra lehet számítani. Hogyan látja miniszter úr Magyarországot ebben a környezetben és a jövőt? Ugye fontos, hogy legyenek nemzet stratégiai céljaink. Ugye a legfontosabb, hogy megtartsuk ezt a hazát gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak, hogy fönnmaradhasson a magyarság. Ehhez most ebben a helyzetben különösen nagy bölcsességre van szükség. Tehát látni kell ebben az avaros világban, hogy mi a helyes, mi a helytelen. A nemzeti érdekekből kell alapvetően kiindulnunk. És mi a 20. században megtapasztaltuk, hogy mit jelent egy kiszélesedő háború, adott esetben egy világháború. És ebből sajnos mindig vesztesként kerültünk ki. Tehát nem szabad belesodródnunk ebbe a háborúba, helyes és bölcs a kormány ebben a vonatkozásban, jó az álláspontja. Ugye a helyzet az azért szomorú, mert utaltam rá az előzőekben, hogy megint elköveti az emberiség azt a hibát, amit néhány évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt elkövetett. Ugye nem tanulnak sem az Ószövetség bölcsességéből, Káin és Ábel esetéből, testvérháborúk egymás után sorban, itt a szomszédságunkban. És a történelmi tapasztalatokból sem tanulnak. Ugye 16. Benedek azt mondta egykoron, hogy realisztikus módon legyünk fölkészülve arra, hogy a gonosz mindig támadni fog kívülről és belülről egyaránt. És ezzel sokan nem számolnak. És hogyha megnézzük, hogy hogyan fajult idáig a dolog, nyilván most nem akarok itt hosszas elemzést adni, de az biztos, hogy lépésről lépésre ide közelebb került ahhoz a helyzet, hogy ebből mégiscsak háború lesz a Krím elnaktálását követően. Abban nincsen kétsége senkinek sem, hiszen ilyenkor az eredményeket látva, a megtörtént eseményeket látva, a támadó az Oroszország. Ukrajnát támadta meg. Azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a területek, amelyek most ez a négy megyére utalunk, ez a Donyeck, Luhansk és a többiek, ezek alapvetően többségében orosz identitású emberek által lakott ukrán állampolgárok élnek ott. Tehát ettől még persze nem jogosít föl senkit sem, hogy agresszorként lépjen föl, de az biztos, hogy egy elhúzódó konfliktus volt, hiszen ugye folyamatos háborúban álltak a Donyeck vidékén az emberek. Tehát a lényeg az, hogy nekünk azt kéne elérni, hogy üljenek le a felek tárgyalni. Nyilván látható, hogy ez valószínűleg az Egyesült Államok békülékenyebb hozzáállása nélkül nem fog megvalósulni. Jó lenne, hogyha most a két elnökválasztás közötti képviselőházban és szenátusbeli választás azért elgondolkoztatná a jelenlegi liberális amerikai politikai vezetést, hogy valószínűleg ez hosszú távon nem kéne fönntartani ezt a háborút. Nyilván ennek megvannak a haszonélvezői, megvannak a vesztesei. Nézzük meg a dollár árfolyamát. Igen. Nézzük meg, hogy Kína is milyen jól járt ezzel a háborúval, vagy hát relatíve jól jár, de jobban nem érinti hátrányosan, semmiképpen sem. Oroszországot sem, az energiaárak elszabadulása és az energiaszankció és politika, ez az elhibázott brüsszeli politika, ez egyáltalán nem kényszerítette térdre Oroszországot, hanem
köszönjük szépen, jól vannak, eladták, vagy eladják Ázsiában a földgázt és a kőolajat, nagy pénzért drágán. Tehát ezzel szemben Európa viszont megsínli. Mi is megsínledjük, már nehezebben beszélek, mert nagyon sokadik rendezvényen vagyok, és még lesz majd előadás is. És látjuk, hogy ez értelmetlen így. Tehát ezen is változtatni kell. És ugye azért is jöttem Karcagra egyébként, Fazekas Sanyi miniszter úr barátom és F. Kovács Sándor képviselőtársam barátom meghívására, mert egybe kötöttük, és ezt a napot úgy töltjük el itt Karcagon, legalábbis én, hogy a Bátrak Ligáját követően, a Honvédelmi Sportszövetség rendezvényét követően a református középiskolában még tartottam egy kis önvédelmi bemutatót is. Most jöttem ide önökhöz a stúdióba, és akkor még este lesz egy fórum, amely a nemzeti konzultációról szól. Fontos, hogy az emberek elmondják itt Karcagon is a véleményüket, fontos, hogy minél többen töltsék ki az éveket és küldjék vissza, mondjanak véleményt a szankciós politikáról. Mert mi ezt úgy látjuk, hogy elhibázott, és én bízom benne, hogy nagyon sokan fogják ezt visszaküldeni, és megerősíti a magyar kormányt is abban a politikájában, amit visz Brüsszelben és máshol. A miniszterünknek szüksége van arra, hogy az emberek véleményét maga mögött bírja. Utolsó kérdés, Gyanát, nem mehetünk el a migráció kérdése mellett sem, ami országunkat három irányból érinti, és ez nyilván nem összekeverendő az Ukrajnából háború elől menekülők helyzetével. Igen. Hogyan látja miniszter úr ezt a helyzetet, nyilván az Unió és Brüsszel migrációs politikáját is figyelembe véve? Hát most nem akarok itt ilyen nagy történelmi példákat mondani, meg visszatekinteni annyira a múltban, de az emberiség ismert története azt mutatja, hogy azok a civilizációk, azok a birodalmak, amelyeket fölépítettek, azoknak mindig van egy törvényszerű fejlődési stádiuma, kialakuló, vajúdó, ütköző, más civilizációk ütköző stádiuma, aztán van egy csúcspont, amit akár területileg, akár erejében gazdaságilag elér, egy fénykor, és utána van egy hanyatló időszak. És a hanyatló időszakot megérzi egy másik civilizáció, és jön egy invázió. És ezt vagy asszimilálják, vagy elfoglalják, vagy véres háborúval legyőzik, de sajnos az emberiség ismert története ezt mutatja. A római birodalomtól kezdve bárhova visszanyúlunk, ezt láthattuk. Az európai civilizációnk szerintem bajban van. Alapvetően egyébként még hadd tegyem hozzá, hogy a civilizáció, ember által létrehozott civilizációk mindegyike valamilyen fajta vallási talapzaton jött létre. Tehát én azt állítom, hogy persze nagyon fontos a gazdaság, meg a gazdasági növekedés, mert az ad minden szektornak lehetőséget a növekedés és az életben maradásra, de legalább ennyire fontos a spiritualitás. Tehát hogyha hitét elhagyja egy civilizáció, mert ez adja a fundamentumot. Hogyha ezt a fundamentumot nem ápoljuk, elkezd porladni. És a felépítmény könnyen rádörhet. Magyarul összeomolhat egy civilizáció. Tehát az igazi erejét a szellemiség és a hite adja az embernek is. Ettől lesz akaraterőnk, és meg tudunk tenni valamit. Tudunk építeni házat, nem tudom, cselekedni, sportolni, küzdeni, bármit. De ez belülről jön. A fizikum az már csak egy plusz ráadás. Az kellő akaraterővel, akaraterő tréninggel végzem a sporttevékenységet is, hogyha a fizikai munkát is bírjam. Tehát ez így épül föl szerintem egy társadalom esetében is, hiszen a társadalmat is emberek építik föl. Emberi közösségek. Akik ha jó munkamegosztást alkalmaznak, akkor egészen komoly eredményeket érhetnek el. Tehát én azt látom most, hogy az európai civilizáció spirituális lelki válságban van. Szellemiségében, hitében gyengült meg. Csökkent Németországban is, Franciaországban is a hívek száma. És egy másik civilizációból, lámlám migráció, a muzulmán világból érkeznek millió számra emberek, akik pedig éppen a növekedési fázist járják. És a legerőteljesebben terjedő vallás ma a világban. Tehát erre Európának, amely keresztény alapokon áll, válaszokat kéne adni. És nem az önfeladás útját járni, hanem megújulni hitben, spiritualisban, és ez ad egyébként a gazdaságnak is plusz motort, és sok-sok minden másnak. Tehát én ebből indulok ki, lehet, hogy ez túl idealisztikus elképzelés, lehet ezzel vitatkozni, de szerintem fontos dolog, hogy lássuk a bajokat, ez jól látható egyébként, a gyermekvállalásban is, hát ugye előregedő népesség az európai népesség, szinte valamennyi országban. Nincsen növekedés lélekszámban. A növekedés ott a migrációból van. Magyarország próbál példát mutatni ebben, hát mi is küzdünk persze, családtámogatásból nem engedünk. Tehát sőt, miniszterünk azt mondta, hogy szélesíteni fogjuk a családtámogatási rendszert. És ez fontos, válság idején is. És ez példaértékű is. Most tudom, 1,25 volt a
12 évvel ezelőtt a születési ráta Magyarországon, most fölmentünk majdnem 1,6-ra, de 2,1 kellene, hogy növekedje, vagy megtartsuk legalábbis, megtartsuk ezt a szintet, amin most vagyunk. Tehát nagyon sok küzdelem és nagyon sok kihívás van, de én azt hiszem, hogy fontos, hogy én, mint keresztény demokrata politikus, azért ha máshonnan, akkor nyilván a Szentírásból, meg a Jóisten iránti szeretetből merítsünk erőt, tehát hogy a Hanvas Béla fogalmazott, a transzcendens derűvel tekintsünk a nehézségekre, mert mik ezek, hát nyilván le lehet ezeket küzdeni. A szüleink, nagyszüleink sokkal nehezebb időszakokat éltek túl. Az első, meg a második világháború, meg a Rákosi diktatúra, hogy ne soroljak csak néhányat. Tehát azért nekik sem volt könnyű. Tehát ahhoz képest, hogy itt most a szomszédságban háború van, persze nehéz, meg az Unió nem adja nekünk járó forrásokat, nehéz. Persze, emelkednek az árak, nagyon nehéz. De a kormány mégis megpróbál ebben a nehéz körülmények között is olyan intézkedéseket meghozni, amellyel segíti az embereket, és az emberek mellé áll. Megérti a problémájukat, megkérdezi a véleményüket. Hát ez egy olyan, ugye Fazekas Sanyi barátommal dolgoztunk együtt, ő volt az agrárminiszter akkor, és én tagja voltam honvédelmi miniszterként is, és az elejétől kezdve a Hungarikum Bizottságnak. Most mondtam a napokban, hogy a nemzeti konzultáció egy igazi Hungarikum, hiszen sehol máshol nem alkalmaznak Európában, ha nem kérdezik meg az embereket a szankcióról. Csak elszenvedik a kárait és a hibás döntéseket, amit Brüsszelben meghoznak az állampolgárok. Egyedi és nagyon fontos a nemzeti konzultáció. Így van. És kérjük, hogy mindenki töltse ki. Miniszter úr, köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra.